katasztrofális pusztítást okozott a Dorian hurrikán a Bahamákon. Az idei év eddigi legerősebb vihara egyben a szigetcsoport valaha volt legerősebbjének is bizonyult. Az érintett szigeteken egyes negyedeket a földig taroltak az időnként 350 km/órás széllökések. Számos hajó felborult a tenger 7-8 méteres hullámain. A rengeteg esőt hozó vihar időközben óriásira nőtt. Nagyjából 140 kilométeres átmérőjű körben fújnak hurrikán erősségű szelek. A Bahamák után az Egyesült Államok délkeleti partja felé fordul a hurrikán, ahova a legerősebb ötös kategóriáról négyesre gyengülve érkezhet meg az esti órákban. A meteorológusok szerint Florida belső részeit megkíméli a Dorian, de a partvidéken több százezer embert kell kirakoltatni. Négy államban rendkívüli állapotot hirdettek. A maradók azon dolgoznak, hogy a házaik átvészeljék a hatalmas erejű vihar pusztítását.